A már hátunk mögött lévő kánikula idején bizonyára sokat döntöttek, úgyhogy a napi fárasztó, izzasztó munka után másnap reggelig ki nem mozdulnak a lakásukból. Kérem, én is azok közé tartozom, akik inkább hűs lakásukban pihegnek, mint egy espresszó teraszán lihegnek. Higgyék el, nincs is jobb, mint otthon az elsötétített szobában egy palack bejegelt szódavíz mellett hűsölni. Érdekes, hogy házassági szakértőnk Somogyi Pál ellenkező véleményen van. Ellenvéleményét most egy jelenetben fejti ki önök előtt, amelynek a címe Hosszú csendes este. Érdekes sajátosság ennek a hosszú csendes estének, hogy nem tart tovább két percnél. Szóltál valamit? Szóltál valamit? Hogy szóltál-e valamit? Én. Egy három szót sem. Szóval már velem beszélgetni se lehet. Honnan veszed ezt a butaságot? Én buta vagyok. Én mondom. Hát te, engem butának nevezel. Ne csacsiskodj. Szóval én már szamár is vagyok. Egy buta szamár. Háj, hülyeskedj. Igazán hülye is vagyok? Egy hülye buta szamár vagyok? És mit gondolsz, hogy meddig tűröm én ezt a hangot? Hogy meddig kell nekem ezt a hangot eltűrnöm? Igen, most csak viccelsz. Miért viccelnék? Mi vagyok? Mi vagyok én, egy bohóc? Vagy te engemet már bohócnak is tartasz? Nem tartalak én téged semminek. Szóval én egy senki vagyok. Egy semmi senki. Bohóc, hülye, szamár. Tulajdonképpen mi bajod van? Nekem nincs csillagom, semmi bajom. Azt te csak szeretnéd, hogy nekem valamiféle bajom legyen. Mert te ebben leled az örömödet, hogy engem idegesítesz. Hogy addig kínozol, amíg egy szép napon meg nem fogok bolondulni. Ebbe bele is lehet. Szóval te megbolondulsz tőlem. Szóval te utálsz engemet, én kibírhatatlan vagyok. Te utálsz velem lenni, utálsz egy ilyen senki, bohóc, hülye állata lenni, aki az egész életét rádáldozta, az egész fiatalságát. Na de te ezt meg fogod bánni, ezt te még meg fogod keserülni. Jövőre. Úgy néz ki, valamelyik nap hazanézek. Gyáva alak. Sértegetni, fölényeskedni tud. Egy picit beszélgetni. Azt nem lehet vele.